A különleges találmány a felhőnézés analógiájára készült, a felhőnézést pareidóliának nevezi a pszichológia. Vonulnak a felhők, és mi általában gyerekkorunkban szívesen játszunk azzal, hogy különböző alakzatokat látunk bele a vonuló felhőkbe. De ha elgondoljuk, mikor például festegetünk, és akkor csinálunk színes pacákat. Néha ezek a színes pacákat, a gyerekek különösen szeretik ezt, hogy értelmetlen foltokat oda kennek, és azt mondják, hogy nézd csak, az egy maci, ez meg egy felhő, és így tovább. Tehát értelmetlen foltoknak adunk valamilyen jelentést. Herman Rorschach arra jött rá, és nagyon-nagyon sok ilyen kvázi játékot csinált, hogy színes és fekete-fehér ilyen tintafoltokat, ugye, ha ráteszünk egy papírlapra, és akkor összehajtjuk a papírlapot, akkor ebből szimmetrikus formák keletkeznek, és lényegében a Rorschach teszt egy ilyen ragyogó találmány. Ugye ez a Rorschach teszt, mint projektív teszt, pont az, hogy kivetítem, kivetem magamból, kihelyezem azokat a lelki késztetéseket, feszültségeket, amik így egy kicsit hát tudat közelbe, de küszöbb közelbe vannak hozva. Na tehát a szokványos válaszokon kívül és a fölött és az alatt következik az, ami már csak a saját személyiségről szól. Miért? Mert egy értelmetlen foltnak valójában nincs igazi értelme, csak az, amit én adok neki. Hát, hogy József Attilát idézzem, ugye neki igaz, hogy a tesztjét, amit Kozmusz a Flóra vett föl, amikor egy baráti társaság volt, de hát József Attilával elvonul Kozmusz a Flóra, és akkor ugye még viszonylag divat volt társaságban is rorschachozni, megtanulták a svájci Rorschach konvenciót, a Flóra néni odaadta nekem, megbízott bennem. És a klasszikus földolgozás módból kiderült, hogy ez az ember, ez életveszélyben van, ez megölheti magát. Akkor a nagy volt azon válaszoknak a száma, amik arra utalnak, hogy gyilkos indulatok önmagával szemben. Az eredetileg kifelé irányuló indulatoknak a visszahullása magára a személyiségre, és menetkész öngyilkos erő. Krízisállapot, öngyilkosság, veszély, és hát egy nagyon nagy probléma a női-férfinő kapcsolatban. József Attila ilyen volt, szélsőséges, de nem volt szkizofrén, nem szenvedett hasadásos elmezavarban. Neki egy korai anya-gyerek és hát szülő-gyerek kapcsolati sérülése volt, tehát egy nagyon korán sérült személyiségről van szó, akinek a tehetsége mindazáltal minden torz és defekt állapoton keresztül ragyogott, ezért volt tehetséges. Nem fulladt bele a saját tudattalannyába, de azért megszenvedte, és az ő szenvedésteli életútja a tudattalannyával való vergődéses küzdés volt. És végül erősebbnek mutatkozott az a hatalom, ami lehúzta őt a halálba.